És nagy volt a foglalkozás egyébként, nem titok, mindkét csapat részéről e meccset megelőzően. És hát nagy kérdés, hogy mire lesznek majd képesek egymás ellen a legjobb csatársor és a legjobb védelem. Itt az MTK összeállítása az előző bajnoki mérkőzéshez képest, mindösszesen két változás az MTK kezdőjében. Meggyes ezúttal sárgalapos eltiltás miatt nincs a keretben, Lehocki pedig csere. Futács továbbra sincsen, immár a zsinórban negyedik meccs, amikor nem játszik Futács Márkó. Ami pedig a pécsi kezdőt illeti, itt Májer és Harsányi ezúttal csak csere. Bekerült viszont Svedjuk, és játszik a szegedi születésű Gera Zalán, aki korábban volt a Ferencváros labdarúgója is. Most van egészen pontosan délelőtt 11:30, és akkor indulhat a meccs. Hadoró küldi előre, aki korábban Kaposváron is futballozott. Az pedig egy jó kiugratás, rögtön helyzet Gera előtt, de Somodi, a rutinos kapus, együtt él a játékkal. Pécsi labdaszerzés közben, és most már a jobb oldalon a pécsiek. Támadás a kapufa! Tóth Gábor Kristóf! Itt Horváth Dávid 13 gólt szerzett az MTK az ő irányításával az előző három fordulóban. És emlékezhetünk, hogy az előző idény végén, amikor még az élvonalban szerepelt a kék-fehér együttes, akkor 4 alkalommal meccselt a szezon végén megbízott edzőként, és nem kapott ki vele akkor sem. Az MTK 3 győzelem, 1 döntetlen. Ez sem volt csúnya. 5-en a sorfalban. És már csak 4-en. És akkor most jöhet a szabadrúgás. Nem rossz az! Ki Bognár szöglete. A szép csel. Szépe fejel. Kocsis Gergő hívelte a bal oldalra a labdát. Varjó, nem rossz az, nem is volt les, ott a helyzet, Stieber, 1-0 az MTK-nak. Egy nagyszerű támadás végén, Varjútól indult, aztán remekül jött be középre a labda, Stieber pedig betalál. A második helyzetét gorra váltja Horváth Dávid együttese. Itt ez a labda, nincsen les, és nagyszerűen érkezik Zuigéber labdájára Stieber. Szépen fordította ki, itt jön befelé egyből a labda. Gera Zalán passzolja vissza, ez gyönyörű összjáték, Kocsis Bence is rendkívül agilisan játszik. Most középre a labda, nincs érkező ember, de a hosszú, igen! Ho-ho, mekkora gól volt! Hadoró! Kiváló ballába van Hadoró Valentinnak, hát most elsült ez a balláb. Óriási gól! 1-1! És egy nagyszerű pécsi támadás végén, itt jön középre a labda, és aztán pattanás után Hadaró a léc alá varja. Ezt Várkonyi itt elhibázza, és ennyi bőven elég Hadarónak. Szép a csel Hadaróval szemben. Várkonyi, Stieber, lövőhelyzet, megpattan, ó, mekkora védés! Helesfai! Majd Vasas Mezőkövesd az M4 Sport Pluszon, érdemes akkor is velünk tartani. Bognár tovább. Jónak tűnik, szépe felé ment a beadás. Stieber, Bognár lövése, pattog a labda. Most már csak Bognár maradott, lekészíti Stiebernek. Stieber ellövi mellé. Jelentős a távolság, minden esetre elég komoly a tanácskozás a három játékos között. Zuigéber a harmadik, őt elküldik onnan. Stieber középre, fölé megy.
Bognár. Egy nagy lövés, de fölé. Kovács Mátyás ballal. Kesztyűs lövése lepattan. Tóth Gábor Kristóf. Ebből még lehet veszély. Bár visszaér Várkonyi is. Kesztyűs Somodi. Öt Gera támadja. De besegített Szúj Géber, és így jó volt az összjáték. Kovács Mátyás. Kovács Mátyás, és hiába a gól. Les miatt érvénytelen. Na nézzük még egyszer. Itt a kiugratás. Hát... Kovács Mátyás biztos, hogy nem volt lesen. És ott benn középütt sem. Bognár István veszi át. Van a hosszú oldalon ember. Micsoda labda! Szúj Géber megmutatja, hogy mi történt vele. Horváth Dávid vezetőedzőnek, és akkor jöhet a szabadrúgás. Bognár elvállalja oda, középre, mellé megy. Kovács Mátyás, szeles keményen, másodjára is, és ezért kapni fog egy sárga lapot Szeles, és így jön neki a piros. Rúz kiállítja, másfél perc van még hátra. Át a hosszú oldalra, Kata középre, helyzet, ó, mi maradt ki! És alig, hanem így döntetlen, most már nem is alig, hanem biztosan döntetlen az MB2 17. fordulójának rangadóján, MTK Pécs 1-1.